Mielőtt még én is dögrovásra kerülök, leszeretném nektek forgatni ezt a videót, ugyanis most van itt nálunk egy ilyen kering valamiféle betegség, vírus a rendelőben is, és párom is elkapta, vagy én nem tudom, hogy mi ez. Lényegében valamiféle ilyen felső légúti dolog, nem kimondottan ilyen lázas történet, hanem hogy így elmegy a hangja az embernek. Már két kolléganőmnek is elment, és a páromnak is teljesen, és tudjátok, így nem azt mondom, hogy érzem a torkom, de számítok rá, hogy lehet, hogy velem is megtörténik a dolog. Remélhetőleg nem, nem tudom, de szeretném nektek beforgatni ezt a videót, méghozzá most azt a részét, amiben így beszélgetek veletek, mert felpróbálni dumálás nélkül is feltom a dolgokat, hál' Istennek, úgyhogy ezt majd valahogy így össze fogom vágni. De lényegében egy ilyen őszi divat videót hoztam nektek, és nem tudom, hogy mi lesz ennek a koncepciója, mert nagyon sok dolog kering az agyamban erről kapcsolatban, és lehet, hogy már amúgy túl késő is, vagy nem tudom, hogy lesz-e ősz úgy igazából, mert itt még ilyen 25 fok van jelenleg, azért van zajongás, mert ki kellett nyitnom a teraszajtót, annyira meleg van. És úgy eljött már az ősz, de még nagyon melegek szoktak lenni. Ezért gondoltam azt, hogy én még csinálok egy ilyen köztes videót. Na látjátok? Csinálok egy ilyen köztes videót a vékonyabb ruhatárról, pontosabban nem az ősztérről, hanem az őszről, azokról a darabokról, amiket én szívesen hordok, rétegezek így ősszel. Van egy-két kívánságlistás dolgom, amit még nem szereztem be, vagy már megrendeltem, de valamiféle úton, módon nem sikerült kiszállítani. Például a H&M-ből rendeltem, most voltak ilyen 20%-os member napok, és valamit elszkeneltek a szállításnál, vagy a feladásnál, és nem érkezett meg a csomagom, hanem vissza is küldték nekik. Mindegy, hagyjuk. Beszéltem az ügyfélszolgálattal, megkaptam a 20%-os kupont, és megrendelem majd még egyszer. Tehát volt egy-két alapdarab, amit szerettem volna így őszre. Nem tudom most megmutatni, de majd beszélni fogok róla. Aztán ennyi, vagy hát így ősztél igazából, nem csak ősz. És lényegében ez a videó, ebben vannak új dolgok, főleg nadrágok, de vannak régi dolgok. Mivel szeretném ezt nektek mindig úgy megcsinálni, és inkább úgy megcsinálni, hogy a saját ruhatáramból vásárolok, mert ez a lényeg, és ez az, amire én is leginkább szeretek fókuszálni, újra hordani a dolgokat. És az én őszi ruhatáram, ez mindig disclaimer az elején, unalmas, neutrális, minimalista, a túlélésre megyek, már ősszel is azt kell, hogy mondjam. Tehát arra megyek, hogy minél előbb tavasz legyen és meleg legyen. És azért próbálok még össze jobban úgy divatolni, de télen aztán kevésbé. Úgyhogy igen, én általában így ősszel télen az én ruhatáramat teljesen így leminimalizálom, és nagyon unalmas lesz. És itt jön be, amiről szerettem volna beszélni még hozzá, erről a nagyon-nagyon nagy divatról, értitek, ez a quiet luxury, old money, meg mit tudom én. Kicsit ez már így nekem a itt jön ki, ez így trend lett, holott ez mindig volt, értitek, csak máshogy hívták például. Nekem az én ruhatáramnak mindig volt egy ilyen quiet luxury feelingje, és mindig van a stílusomnak egy ilyen szegmense, és nem szeretném, hogyha ezt félreértenétek, mert szerintem itt, nem is tudom, vannak kicsi félreértések ebben a dologban. Sokan azt mondják, hogy quiet luxury logók kirepülnek a ruhatárból, nincs logó, nincs márka, csak jó minőségű, kurva drága minőségi anyagok, és ennyi. És ez egy nagyon szép trend, ez szerintem időtálló, nem is trend, hanem stílusnak mondanám, ezt már inkább maga egy stílus, de nem szeretném, hogyha félreértenétek. Szerintem, amit ebből jó kivenni, hogy most ez trend, az az, hogy legyen a ruhatáradnak egy olyan alapdarabjai, amik jó minőségűek, jó anyagúak, jó anyagból vannak, időtlenek, de nem kell, hogy drága legyen. Ezt bárki összerakhatja a ruhatárában, és nem kell azt mondani, hogy quiet luxury. Tehát ez annyira számomra ilyen megbélyegző, vagy nem tudom, egy részről. És vannak a tipikus márkák. Loro Piana, Brunello Cucinelli, mit tudom én.
varras magadnak valamit. Ímesztesd rá a monogramodat, meg mit tudom én, de nem kell. Tehát nem kell elmenni a Loro-Piana-hoz, vagy mit tudom én, nem kell onnan rendelni 2000 euróért egy kasmírpulóvert. Mert éppen ez a szép benne, hogy ezeket a dolgokat meg lehet találni second hand is. Például a Vintiden én nagyon sok olyan dolgot vettem, ami mondjuk Massimo Dutti például, és vagy Kosz, és jó minőségű, és sokat lehet hordani, és megvan benne ez az időtlenség. Tehát nem szeretném, hogyha ezt sokan félreértenék. Én azt sem szeretném, hogy ez a quiet luxury, ez úgy jöjjön át, hogy ez egy trend, ami azt jelenti, hogy ezeket a dolgokat érdemes beszerezni mondjuk egy H&M-ből vagy egy Zara-ból. Mint mondtam, én nem tudok nektek márkákat mondani, én csak azt tudom nektek mondani, hogy ha nektek ez tetszik, és szeretnétek egy ilyen ruhatárat, akkor figyeljetek a minőségre és az anyagra, és ne arra, hogy mennyibe kerül. Mondanám ezt abból a részből is, hogy ha nagyon drága, nem jelenti azt, hogy jó, tehát ne engedd magad becsapni. Ha meg nagyon olcsó, akkor meg sokszor az olcsó húsnak híg a leve. Úgyhogy nézeges másodkézből, vannak jó boltok, például ilyen középkategóriás Kosz, Massimo Dutti, ahol szép dolgokat lehet kapni, ott is meg kell nézni az anyagösszetételt. Az Zaránál is lehet jó dolgokat kapni, ritkábban, a H&M-nél is ritkábban, de lehetséges, nem kell egyből mondjuk egy Brunello Cucinellire beruházni, holott nem mondom, hogy ne ruházz be rá, mert magáért beszél, igen, de én úgy gondolom, hogy nem kell annyira határokat szabni ennek a trendnek, de erről akartam mindenképpen beszélni, mert én úgy gondolom, hogy most így hirtelen nagyon sokan átpördültek, akik, mit tudom én, 80-szor Balenciaga feliratos pulóvert hordtak, meg Gucci, meg mit tudom én, és akkor most egyszerre nem az most nem trendi, és átmegyek ide meg oda. Kicsit ez nekem ilyen, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy meghazudtolod a saját stílusodat, de egyrészről igen. Tehát hiába quiet luxury és trend, és nekem is van egy olyan része a ruhatáramnak és a stílusomnak, mindig is volt. Attól függetlenül én még hordom a monogramot, hordom a Chanel és a Dior táskámat is, mert nem érdekel. Nem rossz ez a trend, és nem szeretem ezt mondani, hogy trend. Nem rossz, próbáld ki, viszont ami nekem fontos és sokkal fontosabb, hogy olyan dolgokat próbálj ki, ami szerinted veled autentikus. Legyen az quiet luxury, vagy valami más, Gucci, vagy mit tudom én, bármi, monogram. Teljesen mindegy. Legyen autentikus, és akkor fogod jól érezni magad. De ennyit erről, zárójelbe zárva. Őszi ruhadarabok. Pontosabban egy-két alapdarab, sőt, igazából csak alapdarabot hoztam. És kezdeném is az elsővel, mondjuk cipőt nem hoztam, csak táskákat, mert cipőkkel úgy vagyok, hogy van hiányom belőle, mert szeretnék egy mokaszint, de még nem találtam olyat, amit szeretnék. Tehát vannak mokaszínjaim, amiket szeretek, de inkább őszre, vagyis tavaszra és nyárra, mert csak velúr mokaszínjaim vannak, bőr nincsen, de csima bőr. Még így a keresésben vagyok, és próbálok olyat találni, ami nem a nagyon platformos, de nem is a nagyon lapos, tehát e között szeretnék, és szeretném, hogyha kényelmes is lenne. És igen, így cipőket annyira nem hoztam ide. De lényegében ezeket az alapdarabokat, amiket itt bemutatok, lehet kombinálni egy bármilyen bokacsizmával, bármilyen magasabb sarkú csizmával, bármilyen tornacipővel lényegében, és különböző mokaszínokkal, tehát vagy balernacipővel akár. Hoztam ide övet, de ezt is már mutattam, viszont ez egy nagyon jó szerzemény szerintem. Táskát hoztam ide, a tipikus őszi táskáimat, amiket mindig szoktam hordani. Na de kezdjük is el. Az első az egy póló. Azért ültem le, mert olyan szinten triggerem, mert nem sikerült összegyűjtenem ugyanolyan válfákra a dolgokat, és már nem volt kedvem átállítani, vagy szortírozni az egészet, és nagyon triggerel, hogy a válfák nem ugyanolyanok, és nem ugyanolyan szinten vannak a ruhák, borzasztó. Úgyhogy most így talán annyira nem látjátok. Az első dolog az egy újdonság, és ezt a Zaránál találtam. Szerintem ez egy nagyon jól rétegezhető alapdarab. Méghozzá erről a pólóról beszélünk. Ez egy magasabb nyakú, fekete póló.
És ami nekem fontos, amikor hűvösebb van, hogy a nyakam az viszonylag be legyen fedve, különben fázok, teljesen mindegy, hogy mi van rajtam. Úgyhogy az Zaránál találtam ezt a kis pólót, amire én úgy gondoltam, hogy rétegezni jó lesz, blézerek alá jó lesz, betűrni farmerbe jó lesz, és szerintem nagyon jó anyaga van. Lehet, hogy most itt én furán néz ki, egy kicsit szöszös, de ez amúgy fekete. Csak sajnos nagyon rosszak a fények a mai napon, mert ide tűz a nap. De tűzön csak, hál' Istennek. És mindjárt megmutatom a címkéjét. Én az MS méretben vettem, mert nem szerettem volna, hogy nagyon feszülős legyen. De nem próbáltam még fel jelenleg. Csak így, ahogy ránéztem, levettem ott az üzletben, és szerintem az MS az kicsit úgy lazább. Szerintem egész jó ára van, nagyon kellemes, 94% pamut és 6% elasztán, és viszonylag vastag. Úgyhogy szerintem ez jó alapdarab. Néztem, még többféle szín van belőle egy nagyon szép barna, azt majdnem elhoztam, vagy ilyen szürkés barna, pés. És van belőle krém színű, azt hiszem. És örültem neki, hogy találtam ilyen pamut elasztán keveréket, mert ezek azért jól szokták bírni a mosást is. Majd meglátjuk. Amiket nagyon szeretek ősszel és télen is igazából, azok a vékony pulóverek. És ami rajtam van, ez egy zarás, ez a sötétkék, ez gyapjú, viszont nagyon vékony, tehát át is látszik úgymond a bőr, és amikor még nincs olyan hideg, akkor ezek tökéletesek, meg szerintem mondjuk blézerek alá ezeket télen is simán lehet hordani. Úgyhogy ez egy kicsit drágább volt, mert ugye gyapjúból van, viszont nem bök, és én ezt nagyon szívesen hordtam, vittem is például Nicába magammal tavasszal, mert jól lehet úgymond rétegezni. És ezeket a vékony pulcsikat én nagyon szeretem, szinte mindig, tehát kivéve nyáron. És van itt kettő. Az egyik szerintem még kapható, vagy nagyon hasonló. Ez egy ilyen krém és sötétkék csíkos pulóver, ami nem vagyok biztos benne, lehet, hogy tavaly vettem ősszel, azt hiszem, és nagyon jól viselkedik a mosásban. Igazából teljesen olyan, mintha új lenne. Mint mondtam, ezek nagyon vékonyak, de nagyon kellemes a bőrön, és alá lehet öltözni, kis spagetti pántos felsőt alá lehet venni, hogyha hűvösebb lenne, de nagyon szép esése van, nem gyűrődik, nagyon jó betűrni például. Az anyagát már pontosan nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy egy nagy rész az pamut, ezért is viselkedik jól a mosásban, és kicsit ilyen cérna érzése van. Egyetlen negatívuma az, amikor úgy hidegebbek vannak, ezt a fajta nyakkivágást nem szeretem, mert ez így viszonylag nagyobb, és akkor általában fázok benne, de őszre ez tökéletes, és tök jó alapdarab. Szerintem csíkossal nem lehet mellé lőni, de én úgy gondolom, hogy nekik volt belőle még rózsaszín, keki, fekete, bordó talán tavaly. Tényleg szarrá mostam, nem látszik rajta, nem bolyhosodik, még egyszer nem kellett átmennem rajta azzal a kis szőztelenítővel, úgyhogy nagyon elégedett vagyok vele, és azt hiszem, hogy valami 16-20 euró körül lehetett. Aztán van itt még egy zarás pulóverem, amit sajnos nem lehet kapni, de ez már a harmadik éve, hogy én ezt hordom, és szintén nagyon hasonló anyagú az előzőhöz, viszont ez magas nyakú, és ez is nagyon-nagyon vékony, fekete, ugyanúgy viselkedik, mint a másik a mosásban, nem bolyhosodik, vékony, jól betűrhető, és én ezekre fogok vadászni idén az Zarában, mert látjátok, hogy 3 év után is tökéletesen néz ki. Nem figyelek rá igazából, hogy mosom őket, lényegében sötéttel szoktam őket mosni, de hogy így 30 fokon, és nem kellett bohojtalanítanom, nem kell vasalni, nem gyűrődik. Ezekkel nagyon egyszerű, és ezek azok a darabok, amiket nagyon szívesen ajánlok a Zarából is. Ezt az egyik előbbi haul videóban mutattam már, és most szeretnék többet ősszel, télen is kísérletezni szoknyákkal, úgyhogy ez egy reserve-ös darab, ez a krém színű szoknya, ami szerintem gyönyörű. Nagyon minőségi hatást kelt, és szerintem jól lehet rétegezni ősszel és télen, akár csizmákkal is, hosszabb csizmákkal is, és pulóverrel is. Amúgy itt van a pulóver, amit vettem hozzá, erre most annyira nem akarok kitérni, ugyanis
Ez nem a legjobb minőségű pulóver, de tehát ez poliészter, viszont szerintem annyira nem rossz, viszont én még azt nem hordtam és nem mostam ki úgy igazán, úgyhogy nem is szeretnék róla nyilatkozni, viszont tökéletesen illik magához, ehhez a szoknyához, és ezt mindenképpen bele szerettem volna tenni a videóba, mert ez egy olyan darab, ami eddig nem volt a ruhatáramban, nekem még soha nem volt krémszínű szoknyám így őszre térre, és kíváncsi leszek, hogy hogy tudok megbirkózni a feladattal, de majd mindenképpen így fogok vele kicsit így brainstormingolni. Németül szerintem ezt a szoknyát így tellerroknak hívják, és nálunk meg ilyen körszoknyának, nem tudom, viszont nagyon előnyös szerintem, és sokféle alakra előnyös lehet. Egyet még szeretnék, vagy egyet láttam még a H&M-ben, nem ilyen, az egy kicsit egyenesebb szabású, kíváncsi leszek rá, viszont mindenki azt írta, hogy nagyon kicsi maga, úgyhogy nem tudtam még eldönteni, hogy most rendeljek belőle, mekkorát rendeljek belőle, mert nagyon sokan azt mondták, hogy 36-38-as méretük van, és a 42-eset rendelték belőle, tehát érdekes, mindegy. A H&M méretezésre most kicsit így érdekesen állok, főleg így szoknyáknál, de még szeretnék egy feketét, ami nem ez a nagyon A-vonalú, hanem a kicsit nem is ceruza szoknya, hanem az egyenesek szabású. Kíváncsi leszek, lehet, hogy megrendem aztán, ha meg nem jó, visszaküldöm. Most jöjjenek azok a ruhadarabok, amik számomra a legutálatosabbak, főleg, hogyha arra kerül a sor, hogy ezeket fel kell próbálni és meg kell vásárolni. Ezek a nadrágok. Soha nem találok az én elbaszott alakomra, már bocsánat, hogy ezt mondom, de már egyszerűen nem tudom, hogy mi van. Miért nem passzol semmi, soha nem találok egy normális nadrágot. Az időszak, amikor divatos volt ez a skinny jeans, akkor úgy, az úgy sokkal egyszerűbb volt, mert hogy így feszül, jó van. Nem volt nagyon egyszerű, de sokkal egyszerűbb volt. Most, hogyha én valamiféle egyenes szabású, vagy kicsit bővebb szabású farmer nadrágot keresnék magamra, vagy nadrágot keresnék magamra, borzasztó, mert egyszerűen semmi nem passzol. Borzasztó, mert én tényleg azokat a farmereket szeretem, pontosabban általában is azokat a farmereket szeretem, amik nem koptatottak, mert nekem vannak tavaszi, nyári színű farmereim és téli, őszi színű farmereim. Ennyi. Ez mindig így volt. Talán most így rugalmasabb lettem az elmúlt években, de lényegében én nem igazán szeretek világos farmert hordani télen. Mindig így volt. És nem szeretem a koptatottat, szeretnék olyan farmert találni, ami jól passzol, és ez annyira nem jön össze, ugyanis ami a csípőmön passzol, az a derekamon túl nagy, és ami a derekamon passzolna, az soha nem ér fel a derekamig, mert általában így csípőben megállok, és nem tudom felhúzni. Ezért kell mindig nagyobb méreteket vennem a nadrágokból, ami nem probléma lényegében, csak hát öveket kell bele tennem, tehát... Ez van, hogyha nem akarja az ember elvinni a varrónőhöz, akkor ez van. És most találtam két farmert a Zaránál, amik ugyan nem teljesen tökéletesek, de szinte olyanok, mint a tavasz, nyári, amiket vettem most tavasszal, és meg vagyok velük elégedve, vagy nagyon hasonlóak a szabásügyileg. Annyi, hogy természetesen hosszú a szára, de ezzel nem is akarok panaszkodni, mert lehet vele mit kezdeni. Viszont a színek nagyon-nagyon tetszettek. Az első az ő. Nagyon hasonlót kerestem, ezt a szürkés kéket, és meg is mutatom nektek. Ez a High Rise Straight Long Length Farmer. Már ott tartok, hogy a Zarában, hogyha nem szövetnadrágokról beszélünk, akkor 38-as kell belőle. Tehát farmerekből mindig 38-asat veszek már mostanában, és ez a nadrág 39,95 volt, és mindjárt megmutatom nektek a kódszámát is. És ez jól passzol, ez tetszik rajtam tényleg. Csak a hosszán kell nyilván majd valamit kezdeni. Ugye a hossza amúgy is olyan, mintha fel lett volna hajtva, tehát nincsen az alján varrás, hanem ilyen. És én először azt hittem, amikor megpróbáltam, mert ezt az üzletben próbáltam meg, aztán nem hoztam haza, hogy lehet, hogy valaki fölhajtotta és visszavitte. De megnéztem az összeset, és ilyen volt. És aztán amikor neten megrendeltem, akkor is így nézett ki a képem. Úgyhogy az alja egyenes,
ez szerintem jól passzol, úgyhogy nagyon tetszik. Ami nincs benne, az elasztán, tehát nincs benne stretch, ez egy 100% pamut farmer, viszont engem nagyon megnyert, szerintem nagyon szépen összehozták ezt a színt. Mosni még nem mostam. Ez az egyik farmer, aminek nagyon örültem, ez pedig a másik, mert szerettem volna egy ilyen sötét szürkét is. Ez a High Rise Full Length íme, szintén a 38-as méretben, és ő meg úgy néz ki. Tehát ez már jobban néz ki derékban, kicsit még azért nagy, de feljön itt csípőben, hál' Istennek. És ugye fontos az is ezeknél, tehát nem arra beszélek, hogy feljön csípőben, mert valószínű, hogy az egyen kisebbet is úgy bele tudom magamat passzírozni, vagy a csípőmet így bele tudom szorítani. Oké? Össze tudom húzni, feljön, de szarul néz ki. Mert hogy csípőben így feszül, szarul érzed magad benne, és ezeknél a wide leg dolgoknál, hogyha a csípőt, tehát hogyha van egy ilyen, mit tudom én, ilyen körte alakod, és van az a kis extra ilyen úszógumi, vagy kapaszkodott a csípődnél, az nem jó, hogyha ott úgy kiáll, vagy nekem az soha nem tetszik. Tehát azt szerintem, hogyha a nadrág az így szépen követi ezt a részt, és nem feszül rá, és lehet benne lélegezni, úgyhogy ez olyan, hál' Istennek. És ami ennél tetszik, az az, hogy befejezetlen az alja. Egyszer már fel is hajtottam, hogy mennyit kell levágnom belőle, mert egyszerűen levágom ollóban. Azt hiszem, kb. Ennyit kell levágni belőle, hogy jó legyen az alja, mert ez sajnos túl hosszú, de kit érdekel, amúgy is ilyen az alja. És ez egy viszonylag, tehát hogyha a kettőt össze szeretném hasonlítani, ez egy vastagabb farmer, ez pedig egy jóval vékonyabb, tehát térre valószínűleg, hogy vékony. Íme, itt van. Már elfelejtettem. Ugye eznek a kettőnek mindenképpen örültem. Most van itt még egy nadrág tavalyról, ez az egyik kedvenc téli nadrágom volt, őszi téli nadrágom, és nagyon örültem, hogy ezt annó megvettem, ez is 40 euró körül lehetett, és nem tudom pontosan, hogy milyen anyaga volt, már elfelejtettem, de azt hiszem, hogy ez valamilyen viszkóz valamiféle, de ilyen érdekes, kicsit ilyen gyapjú hatása van, és most kicsit szöszös. De amit nagyon szeretek ebbe az az, hogy egy az, hogy meleg, nagyon szép az esése, kicsit bolyhosodott a lába között például, de átmentem a kis szösztelenítővel, és olyan, mintha új lenne. Nem kövér itt hasban, mert nincsenek hajtásai, ugye? Főleg nem rossz helyen nincsenek hajtásai. Nem a nagyon magas derekú, hanem inkább ez a mid-waist, tehát ilyen közepes derekú, és ilyen kicsit egyenesebb szabású, de inkább bőszárú, viszont én ezt nagyon-nagyon szerettem akár tornacipővel is kombinálni, és egész télen hordtam, emlékszem, hogy nagyon-nagyon szerettem ezt a nadrágot, és már most is hordtam idén, úgyhogy ez nekem nagyon bejött, és tudom is, hogy miért, nem csak a szabása miatt, meg hogy kényelmes és meleg, és nem gyűrődik. Az egyetlen negatívum az az, hogy ugye nagyon vonza magához a különböző szöszöket. Viszont amiért én még őt nagyon szerettem, az a színe. Mert szerintem ez a szín, ez az antracit, sötét-szürke, nagyon jól kombinálta, és nagyon sok típushoz passzol. Nem az a harsány, tudjátok, ez nem az a fekete irodai nadrág, hanem van benne valami a színe miatt szerintem nagyon jól kihasználható, úgyhogy mindenképpen szeretnék valami hasonlót, hasonló színben, vagy egy blazert hozzá akár, mert szerintem tök jó. Tehát, hogyha nem szeretnél feketét hordani, de mégis szeretnél kicsit komolyabban kinézni, akár irodába, szerintem ez az antracit szín tök jó megoldás lehet, mert ugyanúgy tehát a szürkéket tök jó lehet mondjuk rózsaszínnel is kombinálni, és igazából nagyon sok mindennel, úgyhogy ez egy igazi kedvenc alapdarab az őszi-téli ruhatáramban. Ami még egy jó alternatíva mondjuk a feketére, az a sötétkék. Szerintem nekem is jól áll a sötétkék, jobban áll, mint a fekete, holott én nagyon szeretem a feketét, tehát teljesen mindegy, viszont a sötétkéket is nagyon jól lehet kombinálni, és hogyha már erről beszélünk, akkor jön a következő darab, vagyis darabok, pontosabban szett. Sötétkék blazer és nadrág, nyilván más kék, mint ami rajtam van, ez egy olyan igazi sötétkék, hajszálcsíkos kosztüm,
tehát blazer és nadrág, amit én tavaly vettem az Zara leárazáson télen, a téli karácsony utáni leárazáson, és a legjobb döntés volt, mert én ezt tavasszal is nagyon sokat hordtam, és szinte mindig, tehát hogyha hordtam például mokaszínnal, hordtam sportcipővel, hordtam ingel, de hordtam toppal is alatta, nagyon jól lehet kombinálni, és hasonló vékony pulcsikkal térre is simán lehet őket rétegezni. Külön is lehet nyilván a nadrágot és a blézert is hordani, mert lényegében nagyon sokszor együtt hordom a kettőt. A blézer maga karcsúsított, nem nagyon, kicsit hosszított, karcsúsított, a nadrág pedig egy ilyen tipikus öltönynadrág, viszont rövid szabású, tehát, hogy kilóg az én bokám is belőle. Ha magasabb valaki, akkor szerintem az kicsit olyan vízmérő hatású lehet, viszont nekem tökéletes például mokaszínokhoz, vagy bármilyen cipőhöz, tehát tök jó hossza van, úgyhogy majd mindenképpen meg fogom ezt is próbálni, de már lehet, hogy láthattátok amúgy is rajtam. És lehet természetesen sportosabban is kombinálni. A következő két darabra nem szeretnék olyan sok időt fordítani, mert ez az én ilyen tipikus kedvenc blazerem, és most amúgy is az Old Money és hasonló Quiet Luxury miatt ez egészen divatos lett, viszont én ezeket mindig imádtam. Nekem ezek mindig alapdarabjaim. Ezek a buklé, tweed, hatású, Chanel stílusú blézerek, amiben van egy újdonság a Reserve-ből és egy régi, úgyhogy mind a kettőt idehoztam. Én inkább azt mondom ezekre, hogy nem old money, old mommy, mert ezek inkább ilyen nagyi dolgok, de én egy ilyen nagyi vagyok, azt kell, hogy mondjam sok esetben, és én imádom ezeket a blézereket. Imádom. Ez én vagyok. Nagyon szeretem őt is. Kicsit mondjuk megbántam, hogy megmaradtam ennél a méretnél, mert szerintem túl nagy. Elfogadnám egyel kisebben, de már nem tudom visszaküldeni, és amúgy mindegy. Tehát ez a Reserve-ből van egy SS méret, és mindenképpen azt mondanám, hogy ha két méret között vagy, akkor inkább vedd a kisebbet belőle, mert lehet, hogy jobban passzol. Így most divatosabb, hogy kicsit oversized-abb, így válban, de legközelebb a kisebbet venném. Fekete az egy tökéletes alapdarab, méghozzá a mangóból, ez is már 3 éves, és imádom mindig. Mindig jön velem, szinte mindenhova. És emlékszem, hogy annó szívtam a fogamat, mert valami 70 euróba került, és azt hiszem, hogy Magyarországon vettem, és mondom, ó, ez nagyon drága, de alapdarab, és a legjobb 70 euró volt, amit kiadtam. Úgyhogy ez a mangóból van, és még mindig lehet hasonlókat kapni. Az a jó, hogy blazer hatású, meleg, viszont van benne mozgástered, tehát kicsit nyúlik, úgyhogy nagyon kellemes és nagyon jó rétegezni. Ez az XS-es méret amúgy, és nagyon-nagyon szeretem mind a kettőt. Ebből viszont szívem szerint vennék egy kisebbet, de elhordom, teljesen mindegy. Sokszor így lusta vagyok, mert azt mondom, hogy jó, ebből jobb lenne talán a kisebb, de hogy ez se annyira rossz. És akkor nem küldöm vissza, de aztán utána zavar, ez pont az az eset volt, viszont csinos, de vigyázni kell, hogy mivel kombinálom, mert például egyszer felvettem egy ilyen bőnadrággal, vagy bővebb nadrággal, amin voltak az elején ilyen hajtások, és emlékszem, hogy nem éreztem jól magam benne, mert a blazer is így bő volt, és a nadrág is bő volt, és nyilván alapszabály, hogyha felül valami bő, akkor alul legyen egy kicsit feszesebb, vagy fordítva éppen, akkor úgy éreztem, hogy Zita, ezt az outfitet, te ezt most így annyira nem vetted így, vagy nem vetted annyira komolyan, és nem raktad össze jól, úgyhogy ennél figyelnem kell. Viszont megpróbáltam a farmerekkel, tök jó velük, mert a farmerek viszonylag feszülnek, főleg az egyenes száruval tök jól nézett ki, meg mind a kettővel, és ahogy így kiemelik nyilván a csípőmet, meg így a derekamat jobban, nem néz ki annyira rosszul vele. Tehát nem akarok csak negatívat mondani róla, ennyiben az én hibám, viszont ehhez mindenképpen valamiféle feszülős nadrágot kell vennem, hogy jobban nézzen ki rajtam. És az utolsó darabunk, amit nem mondanak kimondottan alapdarabnak, hanem inkább trendi darabnak, viszont ez a Zarából van, és rengeteget hordtam, ezt tavasszal vettem, és azóta rengeteget hordtam, most is ősszel, de tavasszal és nyáron is vittem magammal, repülőre is jó volt. Ez egy ballonkabát, viszont rövid ballonkabát, és amúgy most is lehet kapni még a Zarában, azt hiszem. És látjátok, hogy ilyen befejezetlen a vége, viszont ez számomra
az ilyen alapdarab és a trendi darab közötti valamiféle érdekes dolog, ami tök jó kombinált az én ruhatáramban is. Mert kihasználható, nagyon jó színe van, nagyon jó kombinálható, akár egy ilyen sötétkékkel is tök jól néz ki szerintem. És nem a hosszú kabát, tehát hogyha melegebb van is, könnyen elcipelhető magaddal, és az én felépítésemhez, testalkatomhoz, ez a fajta ballonkabát sokkal jobban áll, ugyanis rövid, tehát nem esz meg igazából, úgyhogy mindenképpen ide szerettem volna hozni, mert én amikor megvettem, nem gondoltam volna, hogy ennyit fogom hordani, viszont igen, nagyon sokat hordom, és tudom, hogy ez most nagyon divatos, és minden második ember ilyet hord, nekem nagyon jól áll, úgy gondolom, és jól érzem magam benne, és általában amikor viszem magammal is, kényelmesen érzem magam, mert egy könnyű kabátról beszélünk. Egy extrát az outfitednek, de ahogy rövid és kicsit ilyen komolytalan befejezetlen vége van, sportos is. Tehát én ezt szoktam hordani például melegítő felsővel is, szoktam hordani, mit tudom, ilyen fekete farmerrel, vagy ilyen sötétebb farmerrel, vagy farmerrel, teljesen mindegy, és sportcipővel, mert jól néz ki. De hogyha aláveszel egy ilyen gyapjú pulcsit, vagy egy inget, akkor már más hatása van. Vettem már fel például fekete ruhával, tehát van a Kosztól egy fekete ávonalú pólóruhám, a fölé tökéletes ruhához, mert tök jó helyen vág el engem, tök jó helyen végződik rajtam, és az övet még össze is lehet kötni, és akkor még jobban alakra szabott, és szerintem az a fekete ruhával, ávonaló ruhával, de akár ávonaló szoknyával is nagyon jól néz ki, és ad a ruhatárnak, a klasszikus ruhatárnak egy ilyen frissességet, egy kicsi fiatalosságot, egy kicsi trendiséget, úgymond anélkül, hogy nem tudom, hogy milyen trendet próbálnál ki, és mennyit investálnál be rá. Nekem ez egy nagyon jó alapdarab lett a ruhatáramban, annak ellenére, hogy trenddarab. És a videó elején beszéltem az övekről, és a kettő, amit idehoztam, az egyiket már láthattátok, ez a Zarából van egy ilyen arancsatos bőröv, amit igazából ezt hordom egész, vagy ezt hordtam tavaly egész télen, és idén is, tavasszal is, nagyon-nagyon szeretem, és most megláttam az Zara oldalán egy vékonyabb verziót, ami nagyon hasonlóan néz ki, viszont nem annyira sárga aranyacsat. Még jobban tetszett. Látjátok, itt van a különbség. Azt hiszem, hogy ez jobban kombinálható, és talán úgymond drágábbnak is hat ezáltal, bár nekem az arannyal sem volt semmi bajom, főleg azért sem, mert tökéletesen ment a Lady Dior táskám, az mindegy, hagyjuk, és csak egy ilyen kis side note. De ez még jobb, ez egy finomabb öv. Én tudom, hogy ezek az arás övek amúgy nagyon jó illatuk van. Különböző ilyen bőrszakadék keverékekből vannak így összetákolva valószínűleg. Nem várok el sok mindent tőle, mert amúgy is valami 15 eurók voltak, vagy 17 eurók. Nézzétek meg, kicsit látszik rajta, ahol ugye hordom mindig, attól függ, hogy ugye melyik nadrágomat veszem fel, mert szoktam nyilván a szürkével kombinálni, ami ugye ez a közepes derekú, és szoktam egészen felül hordani. Nincs annyira megtörve, tehát hogy kicsit. És ezeket az öveket hordom csak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minőségre ez ott van. És én igazából az övekkel mindig úgy vagyok, hogy így gondolkodom rajta, hogy szeretnék egy dizájnert, mert szeretnék egyszer, viszont ami tetszik, az a Kelly öv, és nagyon drága. És mindig így csomó van a torkomban, és mindig rajta van a kívánságlistámon, de nehéz beszerezni, és nagyon drága. És hogyha Kelly övet vennék, akkor biztos, hogy fekete aranyat vennék, mert ezeket használom ki a legjobban. Viszont nagyon-nagyon drága, és így egyszer lehet, de ha designer övről is beszélek, akkor szeretnék valami olyat, ami nem ez a pofádba vágja, hogy mit tudom én, Gucci, vagy akármi, Dior, vagy Hermes, vagy Chanel, vagy mit tudom én, hanem szeretnék valami finomat, jó minőségűt, és ami nekem a legjobban tetszik, az a Kelly öv, a Kelly csat. Szerintem tökéletes, úgyhogy azt tudom elképzelni, és addig meg ezek nekem tökéletesek még mindig. Tehát nem is kell lennél több, én úgy gondolom. És szerintem ezek az övek azért, mert ugye van a H&M-nek is bőröve,
azok is hasonló árkategóriában vannak, de szerintem ezek még jobbak, mint a H&M-esek, de kinek mi? Úgy érzem, hogy egyre jobbak a fények. Túl korán kezdtem ezt a videógyártást, mindegy, hagyjuk. Tartsatok velem, tartsatok ki. Nem tudom, hogy fog videózni, hogyha elmegy a hangom. Két táskát hoztam, az egyik az újdonság, és ez pedig a régebbi, ami nekem egy tipikus őszi-téli táska, és ezt mindig akkor veszem elő. Nagyon ritka az, amikor nyáron hordom. Pedig az én szerintem már mondható vintage-nek Lady Dior médium táskám, ami mindig ősszel és télen kerül elő, és imádom. Gyönyörű, valami tökéletes, és még mindig nagyon jó állapotban van. De ez nekem egy ilyen tipikus, lehet a színe miatt is, és a kombináció miatt is, nekem ez egy ilyen tipikus őszi téli táska. Viszont térjünk rá az utolsó táskára, ami egy újdonság, és a Quiet Luxury inspirálta. Ugyanis én imádom ezeket a táskákat ősszel is, és télen is, a csapadék miatt, meg amiatt, hogy nem lehet őket tönkretenni, és lényegében nagyon jól belepasszolnak az én Quiet Luxury stílusomba. És ez a táska rajta volt a kívánság listámon, nem lesz külön videó róla, mert nagyon sokan mondták annó, hogy Zita az olyan sok táskát vesz, nem tetszenek ezek a videók, nem kell róla videó, mindegy, nem is lesz róla, csak ide berejtem ebbe már a nem tudom hányadik, 52. percbe, vagy az 50. már úgy se nézik meg, csak a maradék 30 ember van itt a csatornáról. Imádom, amikor a kutyáitokról küldtök nekem képeket, hogy nézik a videómat. Egyszerűen nekem ez ilyen live call, értitek? Ez az, amikor azt mondom, hogy Zita, megéri neked ezt csinálni. És hogyha valakiben megfogalmazódna a gondolat, hogy vajon Zita jobban szereti-e még mindig az állatokat, mint az embereket, igen. Általában egy munkanapon úgy 15-ször megfordul a fejembe, hogy vajon a Tiergarten Schönbrunnnak is szüksége lehet egy szájhigiénikusra? Vajon van egy olyan barna medve, akinek sok a fogköve? És vajon Zita leszedhetné neki? Vajon Zita dolgozhatna egy állatkertben, mint szájhigiénikus. Csak úgy állatokkal, tudjátok, mindegy. Quiet Luxury inspirált a vásárlás. Igen, megtaláltam a számomra tökéletes Louis Vuitton Neverfull MM táskát, méghozzá a monogram mintában és a cherry színben. Tehát a belseje az piros, meg benne van rendkívül sok szar, de most nem is akarom megmutatni, hogy mi van benne. És látjátok, hogy nagyon-nagyon szép a kezeletlen bőr színe, egészen megérett, egészen megbarnult, és ez azt jelenti, hogy a táskát használtam, vettem, tehát hogy nem újonnan. A táskát a Willhabenről vettem, és ott találtam, ugyanis manapság nem azt mondom, hogy viszonylag, ha dolgozni megyek, akkor többet cipelek magammal, és azáltal, hogy többet utazom, és kevesebb táskát veszek, szükségem van egy ilyen utazósabb táskára is, úgyhogy ezért döntöttem az MM mellett, a médium mellett, mert a GM az nagyon nagy szerintem hozzám is, tehát hogy nem áll annyira jól, meg ebbe is rengeteg minden belefér. Nagyon szépen használódott, úgy mondanám, nagyon szép a bőr, teljesen rendben van, nincs megtörve, innen tökéletes. Nyilván ugye sötétebb, de engem nem zavar. Le fogom azért impregnálni, de nagyon szép egyenletes színe van, és a belső is tökéletes, és ami még nagyon tetszett, az az ára. Ugyanis sikerült az eredeti árához, a mostani eredeti árához képest féláron hozzájutnom, a táska 1500 euróba kerül most jelenleg újonnan. Az eladója ugyan egy kicsit többre tartotta, viszont tudtam belőle egy kicsit alkudni. Ugyanis, hogyha kicsit kiismered magad, akkor tudod, hogy nem mindegyik ez, tehát van egy, nem tudom melyik évjárattól kezdve jár hozzá egy posett a belsejébe, ami lényegében egy ilyen kis boríték szélességű vászontáska, és ez nem járt hozzá, mert ez egy 2015-ös táska. Viszont a hölgy ezt nem akarta odaadni hozzá, és mondtam neki, hogy hát akkor én úgy gondolom, hogy az ár ezért a táskáért magas, ezért így sikerült lealkudnom belőle még egy kicsit, úgyhogy féláron, tehát az eredeti árához képest féláron jutottam hozzá, ami úgy gondolom annyira nem rossz, viszont mivel volt hozzá számla, ezért láttam nyilván, hogy ő mennyit fizetett érte, amúgy ő az első tulajdonosa. Ezért 2-3 hétig kerestem ezt a táskát, ami megfelelt nekem minőségben is, és árban is, ugyanis eléggé pofátlanok az emberek,
ami úgy gondolom, hogy igazából oké egy részről, hogy el szeretnének többet kérni érte, de nem azt akarom mondani, hogy nyilván én meg nem vagyok hülye, mert most sokan röhögnek, csak én nem vagyok a pénztárcám ellensége, én nem szoktam olyan árakat mondani, és soha nem szoktam. Tehát azt szeretném nektek mondani, hogyha másodkészből vesztek valamit, és normálisok szeretnétek lenni, akkor ne kezdjétek azzal, hogy mennyit lehet belőle alkudni. Én soha nem ezzel kezdem. Az mindig az utolsó része a dolognak. Én szeretek egy normális kapcsolatot felépíteni az eladóval, és megkérdezni az én kis kérdéseimet, és nekem, és vele szerencsém volt, mert amúgy nagyon-nagyon kedves volt, és meg tudtuk beszélni, és azt mondta, hogy jó, engedd belőle, mert hogy nincs hozzá a posett, igen, és ennyi. És megkaptam igazából, nem azt mondom, azon az áron, amin szerettem volna, mert hát nyilván nem, nyilván jobb lett volna 150 euróért, nem, mindegy, hagyjuk. Viszont egy jó áron megkaptam a táskát, és kaptam hozzá nyilván számlát is. Úgyhogy én nagyon örülök neki, most már egy hete hordom, és nagyon szeretem. Tényleg, én nem gondoltam volna, hogy hasonló táskát ennyire meg tudok majd szeretni, és kíváncsi vagyok, hogy bírja a strapát. Szerintem tökéletes, és nagyon-nagyon örülök neki. Én tudom, hogy ilyen őszi-téli ruhatár dolgokból szinte minden évben ismétlem magam, mert ez így van, és unalmas a ruhatáram, de ti meg mindig kéritek, úgyhogy ezért van az, hogy mindig csinálgatom ezt nektek, hol tudom, hogy nem sok minden újdonsággal tudok nektek szolgálni, de remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!